A területfejlesztési operatív program által finanszírozott fejlesztés eredményeként fejeződött be a II. Géza gimnázium energetikai korszerűsítése. A 16,9 millió forintos beruházás eredményeként 102 darab napelemet szereltek fel az épületre. Ezzel már nincs olyan az önkormányzat tulajdonában lévő épület, mely valamilyen energetikai fejlesztésen ne esett volna át ebben a ciklusban. A képviselőtestület ebben a ciklusban úgy gondolom egy sor olyan döntést hozott, hogy a város épületének energetikai korszerűsítését ösztönözzük. Ebben voltak pályázati lehetőségek, amivel éltünk. Egyrészt ugye a tanúszoda energetikai korszerűsítése már befejeződött, illetve most jelen pillanatban az utolsó fázisába ért a II. Géza gimnázium épületének energetikai korszerűsítése, melynek keretében napelemek kerültek felhelyezésre az épületre. Egy 28,3 kW-os erőmű fogja innentől kezdve a villamos energiát termelni, és ennek köszönhetően az üzembehelyezés pillanatától a tankerület által fenntartott intézmény villamos energia költsége nullára fog éves szinten csökkenni. Emellett ugye a város több közintézményét is korszerűsítés alá vonta az elmúlt időszakban, hiszen az orvosi rendelőbe is napelemeket helyeztünk föl, a tornacsarnok épülete is ezzel van ellátva. Tehát törekedtünk minden olyan lehetőséget megragadni, akár pályázati forrásból, akár saját forrásból, hogy egyrészt környezetvédelmi szempontból csökkentsük a CO2 kibocsátást, másrészt természetesen csökkentsük az intézmények működési kiadásait. Annak ellenére, hogy a gimnázium fenntartója nem az önkormányzat, számos olyan korszerűsítés zajlott az épületen belül, melyhez a forrást a település biztosította. Hiszen, mondják Bátaszéken, attól, mert nem mi vagyunk a fenntartók, a mi gyerekeink járnak ide, és lehetőség szerint mindent meg kell adni annak érdekében, hogy kulturált és biztonságos körülmények fogadják őket az iskolában. Én azt gondolom, hogy ez évtizedes tradíció már, hogy a település és az intézmény között nagyon jó a kapcsolat. Valóban a város számára én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy középiskolája, hiszen ez megtartó erőt is jelent, és ez természetesen megmutatkozik az intézménynek a működtetés, illetve tehát az intézmény működésben is. Gondoljunk csak arra, hogy 2009-ben ugye egy nagy pályázat segítségével újult meg a gimnázium és a többi oktatási intézmény mellett, de mióta megtörtént a fenntartóváltás, a város azóta is kiveszi részét és odafigyel az intézményre. Nagyon sok olyan fejlesztés történt, például ez a szép térköves bejárat is ennek a része, amellyel évente a város odáll az iskola mellé, és hát most ennek természetesen ennek része a napelemes beruházás is. A gyerekek a szép környezethez úgy alkalmazkodnak, hogy igyekeznek, tehát sokkal jobban érzik nyilván magukat, és jobban odafigyelnek erre a környezetre. Természetesen, ha mi is bármi olyat tapasztalunk, ami mondjuk nekünk nem tetszik, akkor ezt azonnal szólunk, és ezzel is lehet, én úgy gondolom, nevelni, hogy a szépet hogyan lehet megtartani. A bátaszéki fejlesztések eredményeként nem csak a károsanyag kibocsátás javult a településen, hanem jelentősen csökkent a költségvetés kiadási oldala is, mondja Bozsolik Róbert polgármester. A tanúszodánál úgy tervezzük, hogy 12 millió forinttal fog csökkenni durván a gázenergia költség. Ugye a tornacsarnoknak volt olyan 2 millió a villamosenergia költsége. Hát éves szinten szerintem közel vagyunk a 20 millió forinthoz, ami energia költségcsökkentést eredményez, hogyha az összes intézményünknek a korszerűsítését figyelembe veszük. Alapvetően a város közintézményeinek villamosenergia korszerűsítése az ezzel befejeződik, tehát mindenhol már napelemek vannak felhelyezve. A fűtés korszerűsítés idén mondjuk a művelődési ház tekintetében meg fog tudni valósulni. Van tervben, hiszen a város két pályázatot benyújtott az új toppos energetikára. Ugye egyik az általános iskolai épületét érinteni, a másik pedig egy kicsit még növelni a Petőfi Sándor művelődési háznak az energetikai hatékonyságát. Ezeknek az elbírálása folyamatban van.